Sziasztok! Szép napot minden magyarnak határon innen és túl. Most még napot, mert ma megint szülinapi partira vagyok hivatalos, úgyhogy korábban hozom egy híradót. Kezdjük is a Mesterháros, hogy lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki az egyes alrészekhez, bitcoinhoz, altokhoz, hírekhez szeretne ugrani, az itt találja a gyors linkeket ezzel kapcsolatban. Aki úgy még a kriptovilágban, azoknak ajánlom a kriptoalapokat. Aki az árdiagram elemzéseimre kíváncsi, az itt éri el őket ezen a linken keresztül, és a TradingView-val kapcsolatban leírtam, hogy hogy tudjátok a többi kriptót is felvenni, mik lehetnek a problémák, itt van most már ezzel kapcsolatban is segédlet. Továbbá kriptodás linkeken keresztül megtaláljátok azokat az infókat, amiket nem tudok elmondani az esti híradóban. Aki kriptovalutát szeretne vásárolni, de még nem regisztrált egyetlen váltóra se, az ezzel kapcsolatban itt talál segítségeket, illetve aki fizikai pénztárcára szeretné áttenni a kriptóját, az a Ledger Nano X-el kapcsolatban talál itt plusz segítő videókat, köszönet érte Gábor bányájának. Hopp, és akkor haladjunk is. Azt mondja, hogy eléggé teli van a plafon, nézzük, Bitcoin 59.286 dollár, 59.300 dollár jelenleg. Megindult, hogy bár két napig annyira még teste se volt a gyertyának, két napig egy helybe állt, nem tudta, hogy mit csináljon, most már egy kicsit elkezdett elindulni felfelé. Ennek így is kellene tovább húznia. Ami a lényeg, azt elfelejtettem kitérni az elmúlt napokba. Csökken itt márciusban, csökken a volumen. Egyre kevesebbet kereskednek bitcoinnal. Látjuk, hogy előtte februárban azért még voltak nagyobbak. Januárban meg aztán voltak itt komolyabb csúcsok, amikor tényleg rengeteget kereskedtek a bitcoinnal, adtak, vettek. De most ez csökkenő tendenciát mutat az utóbbi hónapban. Ez nem túl pozitív jel, ettől függetlenül még benne kellene maradnunk azért a narancsárga trendzónába és húzni felfelé a stock to flow, és ezt mutatja a nagybankok is, azt nézik. Na és még egy másik plusz info, amit általában, na azt is mondanom kellene, az RSI 61-en van jelenleg, a napi RSI relatív erősség. Hogyha egy olyan 70 környékét eléri, 70 fölött, akkor szokták eladni általában, akkor van túlvásárolva. Jelenleg kicsit fentebb a középára, 43-nál ilyesminél mi volt itt az alja? 44, igen. 43-44-nél ott meg felszokták vásárolni. Most jelenleg 61-nél áll, úgyhogy ez olyan konkrétan nem lett meghatározva az RSI-ból, hogy most eladás vagy vásárlás, de hát most már itt lenne az ideje igazán csak, hogy 60 ezer fölé komolyabban felmenjünk. Ma már el is érte a 60 ezeret, látjátok itt 60.100-as ár, az már megvolt, de utána vissza is jött azóta. Úgyhogy oké, és hát kisebben még ránézhetünk akár mit mutat. Igen, most megint itt tesztelgeti a hosszú távú trend vonalát, hogy letörjön alá vagy se, vagy menjen tovább felfelé. Jó, hát több minden most per pillanat nem tudok elmondani. Komolyabban belemehetne már ebben a narancsárga trend, tovább visszahúzhatna 60 ezer fölé. Arra várunk nagyon mindannyian. Hát haladok is most tovább, RSI-t is mondtam, igen. Nézzük meg az aranyat, az arany jó, egész jól jöveget fel, az arany egy majdnem 0,5%-ot nőtt, ma 1735 dolláros áron kapható egy uncia, a USA dollár pedig 93-on áll jelenleg. Haladjunk is tovább, nézzük tovább Bitcoin, hogy milyen irányba kellene, hogy haladjon, ezt elfelejtettem megnyitni, miután egyszer újra kellett elindítani a gépet, vagy két hete, de most megint eszembe jutott, hogy azért ugyebár ezt nézegessük csak. A Kraken csinálta ezt a kimutatást, és akkor itt látszik is hosszú távon 2011 óta, hogy hogy voltak a bull trendek 4 évente. És akkor mire lehet számítani? A zöld vonalat azt ugyebár mindig elérte minden egyes bulltrendnél, és a 100 ezer dollárnál van, úgyhogy nagy valószínűséggel azért most is el kellene érnünk. Illetve a sárga vonal az 220 ezret mutat, a piros vonal pedig 300 ezret. Meglátjuk, hogy meddig fog felmenni, de ebbe az irányba haladunk, és a zöldet még el se értük, úgyhogy addig azért fel kellene mennünk. Combosabb zöld gyertyák kellenének itt 60 ezer fölött most ehhez. Nézzük is a stock to flow-t, igen, ez is leköveti, és akkor igen, a nagybankok, meg mindenki plembének a stock to flow-ját nézi általában a világszinten. És követi még mindig ennek az állását, amit ez mutat, a bitcoinnak az ára. Na nézzük is tovább, azt mondja, hogy kifejezésekre, hát nem hiszem, hogy nagy változás lenne ebbe most megint, nem, nincs is. Bitcoinra 34%, kriptóra 9%, NFT-re 5%, nincs nagy változás.
Nézzük is a piaci értékeket, azt mondja, hogy kezdve az Ethereum-mal, végre már 2000 dollár egy helyet megint feljött, 45. helyen van jelenleg top 50-ben, az Ethereum jelenleg a 45. helyen, 231 billió dollár, és a piaci értéke ezen a 2000 dolláros áron, ami jelenleg kapható. Ja, és akkor várjunk, már itt akartam, hogy ha már az Ethereum jön fel, akkor mellette nézhetnénk a való világot is. Úgymond, hogy milyen más cégek vannak. A Coca-Colát megelőzte az Ethereum. A Cisco-t ugyebár ő a modemeket, akik UPC-s, meg Digi-s modemeket gyártanak, meg ilyesmiket, a Cisco cég, a L'Oréal-t is megelőzte már az Ethereum, a Coca-Colát megelőzte egy helyen, az Adobe van előtte, illetve a Netflix van még, amit be kellene fognia, és akkor majd így egy-két való világbeli céget sorolok itt. A Toyota-t is megelőzte már az Ethereum, nem semmi, a Kína építkezési bankját is. Na jó, haladjunk tovább egy kicsit, majd egyet-kettőt mondogatok itt, ahogy az Ethereum jön fel majd szépen. A többi valódi, többi, egyéb, nem, 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 a többi nem blokkláncra épülő cég közül is, akik mellett épp mocorog. Na szóval, visszatérve, top 10, Bitcoin a 8. helyen, még mindig 1,1 trillió dolláros a piaci érték, átve 1,11, ezen a jelenleg 59.700 dolláros áron. Mit jelent ez magyar forintban? Akkor vissza 18 fölé. 18 millió 200 ezer forintot ér jelenleg egy darab bitcoin. Nézzük is, hogy Frednél mutatják-e az új kiannan kinyomtatott pénzeket. Nem, hát nem tudom. Na jó, akkor ezt eltettem, nem fogom menni ezt nyitogatni minden nap, meg feltartani titeket se vele, majd esetleg bitcoin hírekbe, oké, bedobom ide a linket, és akkor majd ránézek valamikor, de ebből már elég volt, csak foglalja a helyet fent, azt hittem, hogy első évvel kidobják az újat. Azt mondja, hogy oké, egy kis bányászás, S19-es ASIC nagygép, 110 terahashes, mennyit termel jelenleg, napi szinten, aha, visszaesett, 32 dollárt, 31,8 dollár profitot termel jelenleg. És nézzük egy 3080-as videókártya, 10,3 dollárról 9,3 dollárra esett vissza, 9,3 dollár profitot termel napi szinten magyar áramárak mellett. A Coinbase-en vajon jött-e ki új coin? Nem, ez még mindig a március 25-i hír. És akkor azt mondja, hogy de ezt nem így, hanem így. El is értünk a top 10-hez, és nézzük is a top 10 kriptovalutát. Első helyen a Bitcoin jelenleg 59.670 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 15,5%-ot nőtt. Második helyen az Ethereum jelenleg 2005 dolláros áron kapható, megütötte a 2000 dolláros pszichológiai határt. Azt mondja, hogy az elmúlt 24 órában 4%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 25%-ot nőtt. Harmadik helyen a Binance Coin jelenleg 346 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 9,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 40%-ot nőtt. Negyedik helyen a Tether mindig 1 dollár, ötödik helyen a Cardano, az ADA jelenleg 1,21 dolláros áron kapható. Már itt van kb. Egy hónapja, az elmúlt 24 órában 1%-ot, 1,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 3%-ot csökkent. Hatodik helyen a Polkadot, jelenleg 38 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 0,5%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 0,5%-ot nőtt. Hetedik helyen az XRP jelenleg 0,587 ezred dolláros áron kapható, jön fel egyre jobban. Az elmúlt 24 órában 4,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 28,5%-ot nőtt. XRP nagyon megosztó, ugyebár van, aki bottal se piszkálná, van, aki meg erre teszi fel, hogy a nagy részét a portfóliójának, hogy mennyire komoly coin. Távol-keleten nagyon megy, USA meg a bíróság előtt van, úgyhogy kérdéses, kérdéses. Nézzük is a Uniswap-ot, Uniswap a 8. helyen jelenleg 29 dolláros áron kapható, ugyanott van az ára, ahol 24 órával ezelőtt volt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 10%-ot nőtt. 9. helyen a Litecoin jelenleg 204 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3,5%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 6%-ot nőtt. 10. helyen a Chainlink jelenleg 30 dolláros áron kapható, 30,3 dolláros áron, az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 1%-ot csökkent. Filecoin, Theta egy kicsit kimozdultak, 11-12. Helyen vannak jelenleg, Bitcoin Cash a 13., Stellar 15, hát a Clayton 16, Vreb Bitcoin 17, Dogecoin 18, Terra Luna 19, Tron pedig a 20. Hát még itt egyet-kettőt, a 21. a VeChain, 22. a BitTorrent Token, 23. pedig a Crypto.com.
és 25. a Solana, na jó, már túlzásra már lemehetnék itt 200-ig is, ha elkezdeném mondani, vagy akármeddig. Úgyhogy oké, és gyorsan átnéztük őket, és akkor nézzük is az árdiagram elemzéseket a top 10 után. Jövöget vissza a Bitcoin, már megint 59 ezer felé, már csak 59.170 dollár. Illetve az Ethereum is elkezdett, leesett 2000 alá, 1991 dolláros áron kapható jelenleg az Ethereum, és 1%-ot nőtt a mai nap folyamán, 15%-ot hozott ebbe a csatornába, hosszú távú, ami benek a közepénél jár jelenleg, 15%-ot áprilisba. Nézzük is a Binance Coin, 343 dolláros áron kapható jelenleg, jaj, de szépen megpöccintette a hosszú távú trendzónáját, ide gyere vissza nekünk, gyere bele vissza. Mert abba vissza kell jönni, akkor hozhatna 40%-ot májusban. Igen, 343 dollárs áron kapható jelenleg, és 2,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Nézzük is az adát, az ada 1,2 dolláros áron kapható jelenleg, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, nagyon variál, nagyon vacilál, hogy visszamenjen abba a trendzónába, nagyon az alján jár, amiben 30%-ot hozhatna áprilisban. Nézzük is a Polkadotot, 37,8 dolláros áron kapható jelenleg, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán, még nem sikerült visszamásznia. Hát ez a, fú, pedig én bírom a dotot, meg sok minden épül rá, de nagyon úgy látszik, hogy ebbe a zónába mozog már nekünk egy bő hónapja, másfél hónapja nem akar kintem menni. A 40, 30-40 dollár közt mozog már másfél hónapja. Most megindult felfelé, de komolyabbat kéne húzni. A 40 dollárt meg kell törnie, hogy érdembe komolyabban fentebb tudjon menni. Na, hajhaj. Oké, és haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy Filecoin, aha, 200 dollárnál, ott igen, itt most gondolkozik, 190 dolláron áll jelenleg a Filecoin, és 3%-ot nőtt a mai nap folyamán. Jó kérdés, már 90%-os trendzónájából is kitört felfelé, annál is többet hoz. Nézzük a tetát. A teta jelenleg, ó, 11,9, most kell elkapni 12 alatt, úgy most még egy kicsit át akarok, mert hogy hívják már Engine-ből, sok van, kétszer annyi van, többi coinból az Engine-t, azt nagyon megtoltam, vagy 3 hete, ne torzítsa a képet, ha a többibe is 1% környékén van, az Engine-ben már van, vagy 2%, vagy 2,5% is, sőt, már még nőtt is azóta, jó, mindegy, lehet, hogy már vagy ezért. Többiekhez képest 3% is lehet, vagy ilyenek. Úgyhogy el akarom adni kb. A felét, hogy ne torzítsa annyira, és akkor venni belőle mást a tetába, még akarok szerintem majd, mert tetából meg kevesebbet vettem. Csak vagy 0,7%-ért, meg ilyenek, most húzott itt 50%-ot, most van kb. Egy, hát na mindegy, majd meglátom. Lényeg a lényeg, túlmagyaráztam, a teta az 11,96 század, 95 század dollár, 94 század dollársára kapható. És 4%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ebbe a trendzónába, hogyha visszamászik, 75%-ot hozhat áprilisban a korrekciónak. Úgy látszik, hogy itt körül van az alja, azért 11 alá nem nagyon tudják lehúzni. Lassan el kéne indulni a felfelé. Nézzük is a Dogecoint. Doge elkezdett kitörni, hát most megint egy kicsit korrigál, 0,058 ezred dolláros áron kapható jelenleg is, 5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Hát oké, és nézzük tovább, nem ki tudja, hogy hova megy a dogi. Azt mondja, hogy a Luna 60%-ot hozta ebbe a trendzónába áprilisban, aminek az alján jár most jelenleg, és 18,7 dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Nézzük is a Tront, a Haltron egy kicsit visszajött, jó, jelenleg 0,086 86 ezred dolláros áron kapott, és 0,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, egy trendzónája teteje környékén elkezdett megállni, és akkor gondolkozik, hogy hogy menjen tovább. Egyébként nem sokat, ahogy néztem át, de azért se tettem be eddig a Tron, mert nem sokat hozhat, mert egy 20%-ot hozhat ebbe a trendzónába áprilisba. Viszont elkezdett kilőni belőle, ezt kellett volna régen, nem rajzoltam be, most már figyelősekhez is be fogok mintátokat rajzolni, ez egy szép háromszög volt itt, hogy kitört, húzott is rajta elég komolyat. Na de most én azt figyelem, nézzük meg a nagyobb képet, hogyha megtörni, hol vagy már? Hát az meg miért nem, na mindegy, itt azért látszik. Hogyha az 1 dollárt, vagy 0,1 dollárt megtörni, akkor komolyabban indulhatna felfelé, és most nagyon úgy néz ki, vagy benne van a pakliba, hogy meg fogja ezt törni, legalábbis én abba bízok. Hogyha egy hétig vagy ilyesmi nem töri meg, akkor szerintem lehet, hogy eladom, mert egyébként nem hoz sokat. Hogyha marad itt alatta a szüttyögősbe, akkor csak 20%-ot hoz. De most nagyon arra felé kacsingat, hogy már megpöckölte, mennyi volt. Hát 0,099 volt már, 0,1-et még nem érte el, de már megpöckölte, hogy itt szerintem én abba bízok, hogy ki kéne lőnie, most azért tettem bele valamennyit, mert amúgy elég szüttyögős a Tron, de ha itt kilőne,
és felmenne 0,1 fölé, akkor az még egy jót tudna hozni rajta, és akkor komolyabban is megindulhatna a pályafutása. Úgyhogy oké, és jelenleg ennyit a trónról. Nézzük is a Solanát, a Solana, aha, kicsit-kicsit ezért plafon közeli, most jelenleg 30%-ot hozhat ő se olyan sokat ebbe az áprilisi trendzónába, de a Solana, ha már, hát olyan szinten van, mint az ADA meg a DOT, rá is lehet, meg az Ethereum, a Solana 36-hoz, az Ethereum 15-öt, az ADA 30-at, a DOT is 30-at, kb. Olyan ő is, mint a DOT, meg az ADA, meg az Ethereum. Rá is lehet, ő is egy platform, amire mindenféle hatalmas ekoszisztémája van, és rengeteg applikációt építettek már rá, azért is vettem belőle, illetve a 20. 21. ja most 25. helyen áll jelenleg. 19 dollár, 19,1 dollár áron kapható, és egy bár ugyanott van, kb. A léfélkör elindult. Nézzük is a Kusamát. A Kusama, ha visszajött, mert ő felment 500 dollár fölé, már elég egész szépen, most korrigálgat vissza, de úgy látszik, hogy meg fogja tartani itt a narancssárga trendzónát, trendvonalnak a teteje, csak hogyha nem megy vissza a narancssárgába, a lilának a teteje tartja meg, hogyha a lilán fog végigvándorolni, akkor az csak vagy 35-40% lesz áprilisban. Ha narancssárgába vissza tudna húzni, akkor lenne 70%. Jelenleg 441 dolláros áron kapható, és 4,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük is a Hederát. A Hedera is elkezdett kimászni. Hát, jaj, lehet, hogy kéne húznom az alját, na majd ilyesmi, majd hétvégén, hosszú hétvégén majd variálok, finom hangolgatok rajtuk. Minden egyelőre, amit mutat ez a narancsárga trendzóna, hogy kb. Egy ilyen 60%-ot hozhat áprilisba, hogyha ebbe visszatérre, jelenleg 0,342 ezer dolláros áron kapható, és 1%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük is a T-Fuel-t, a Teta benzint, 60%-at hozhat áprilisban ebbe a trendzónába, aminek jelenleg az alján található, és 0,428 ezer dolláros áron kapható, 3%-ot nőtt a mai nap folyamán. Nézzük is a OneCoin, a OneCoin komolyabban elkezdett kimozdulni innen, ahogy nézem, egy ilyen 0,15 alá nem nagyon fogják tudni levinni, de most korrigálgat visszafelé. 110%-ot hozhat amúgy ebbe a narancsárga trendzónába, ez rövid távú, hogyha ebbe vissza tudna menni, de valószínűleg ezt ki kell szélesítenem, és akkor már nem 110% lesz. Bár, de az iránya így is, úgyis, hát ebből most nem lesz ez 70-80%-os vonal, ez így is, úgyis max lentebb kell húznom az alját, de ez ugyanolyan meredek lesz akkor is kb. Egy kicsit esetleg dőlhet, és akkor nem 110%, júj, de görbét húztam, atya úristen. Kicsit dőlhet, és akkor nem 110% lesz, hanem lehet, hogy csak 90 vagy valami, de a OneCoinban van potenciál, nagyon szépeket jött az elmúlt hetekben. Jelenleg 0,173 ezer dolláros áron kapható, és 2%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük az ICX-et, IconCoin. Ő 30%-ot hozhat áprilisbe ebbe a csatornába. Vissza is jött bele, kicsit kirúgott, de most már jön vissza. 2,67 dolláros áron kapható, jelenleg is 5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük is a BitTorrent tokent. A BitTorrent token nagyon szépen megy már napok óta. Mondtam úgy, bár, hogy itt 0,3-nál, 0,003-nál érdemes venni, mert ott az alja, és utána meg fog húzni, meg is húzott azóta. Mennyit hozott annan a BitTorrent token? Most mondjuk mostanáig azt mondja, hogy 80%-ot, úgyhogy teljesen okés. Jelenleg 0,00558, fúj, akárhányad, 0,00, én nem is mondok 10 000-et, meg 100 000-et, 0,00558-on kapható most jelenleg. A BitTorrent token berajzolni nem nagyon lehet, mert annyira friss, meg annyira húsz, hogy még nincsenek komolyabb pontok itt benne. És 5,5%-ot nőtt a mai nap folyamán is. Nézzük is a Holo tokenjét. A Holo is nagyon szépen kitört, 90%-ot hozhat áprilisba, hozhat ebbe a trendzónába, de már rég bőven fölötte jár. 0,0198 tízezre dollár áron kapható jelenleg a Holónak a tokenje. 6 token és 12,5%-ot nőtt a mai nap folyamán is. Nézzük is a Maticot, 0,369 ezre dollár áron kapható jelenleg, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, és a trend zónájának közepébe található, ami 40%-ot hozhat áprilisba. A BAT token jelenleg 0,193 ezre dollár áron kapható, 3%-ot nőtt a mai nap folyamán, trend zónájának alja közepe felé található, amiben 40%-ot hozhat áprilisba. Nézzük is a Dentet. Jaj, a Dentet vele most csak... Jaj, jó, most már vettem is, igen. Megvettem végig a Dentet pont itt egy 0,145 környékén. Igen, 0,0145 tízezre dollár áron kapható a Dent jelenleg, és 5%-ot
nőtt a mai nap folyamán, illetve itt lesz egy teteje, őt is, ahogy berajzolgattam, 0,015-nél. És most meg 0,014 félnél tart, hogyha ezt megtöri, már egyszer kiugrott, de visszahúzták, akkor komolyabban megindulhat szerintem, és 100% is benne lehet még itt áprilisba. A dentről egy-két dolog, annyira eltereltek, pedig valahogy már valamikor, valamelyik este egy pár héttel ezelőtt már ránéztem a dentre, meg sokan nézegették, de ezzel a hülye szörfös lekvárral halálra kevertek, nem tudtam hova tenni ezt az egészet, úgyhogy fúj, senki ne nézze azt, hogy szörfölnek a képernyőn, mert brutálisan nem, semmi köze az ég világon, semmi köze nincs a ennek a szörföléshez. Annyi, hogy Kaliforniába adták ki, az van a tengerpart. Na mit akar a Dent? A Dent, ő egy digitális mobil szolgáltatóvá akar válni, és a Denten keresztül lehetne szimkártyákat, minden ilyesmit intéz. Elektronikai szimkártyák, digitális szimkártyák, ezt intéznék, mobil csomagokat lehet náluk majd venni. Úgyhogy mobil technológia, mobilipar, mobiltelefonok, előfizetések, ezen dolgozik a Dent, és egyébként a 80. helyen vagy hol van a top 100-ba, úgyhogy a Dentben van potenciál, nagyon úgy néz ki, vannak itt még mások, nem is az a lényeg, hanem hogy ők mobil szolgáltató, tehát 1%-ot belé, szerintem megéri beléjük fektetni, úgyhogy én is 1%-at belepakoltam a Dentbe a portfóliumból. És akkor haladjunk is tovább. Oké, és itt van a Dent, igen, 5,5%-ot nőtt ma is, és megint kritikus pontnál van, úgy látom, tehát innen egy komolyabbat húzhatna, ha megtörné a 0,015-öt. Oké, és azt mondja, hogy Anker, a következő 0,175 ezer dolláros áron kapható jelenleg az Anker, 8,5%-ot jött a mai nap folyamán, kicsit ugyebár húzott egy hatalmasat, itt brutálisan hatalmasat visszakorrigált trendzónájának az alja környékére, és akkor most megint megy tovább felfelé, hogy megnézze, mi van fentebb. Azt mondja, hogy 120%-ot hozhat áprilisba ebbe a trendzónába, hogyha benne marad, ez amúgy rövid távú, mert még csak két hetes. Itt alatta volt a másik, de hát az bőven elhagyta, az már régi, az már nem áll. Úgyhogy komolyabban megindult, ő 120%-ot hozhat áprilisba, oké, és mondtam, hogy 9%-ot nőtt a mai nap folyamán, 0,176 ezer dolláros áron kapható megyeget fel. Nézik is a fecséját, mesterséges intelligenc. Tegnap mondtam, hogy itt lesz ennek az alja 0,7-nél annál lentebb, tehát 0,75-nél szóltam nektek, hogy ott érdemes venni, hát most már megint kezdi elérni. 0,74 század dolláros, 0,738 ezred dolláros áron kapható jelenleg a fecséjáj, és 4%-ot nőtt a mai nap folyamán, ebbe a trendzónába 50%-ot oszhat áprilisban, most az alja felé kalandozik. Nézzük is az audiót, na végre már kezd megindulni az audió, itt is 3,5-nél mondtam, de 3-nál lett az alja, úgy néz ki, és akkor 3 tolmázé jöveget is vissza, most jelenleg 3,22-század, 3,23-század dolláros áron kapható, és 3%-ot nőtt a mai nap folyamán, amíg benne marad ebbe a narancssárga trendzónába, ez már egy hónapos középtávú kb., akkor 90%-ot hoz benne áprilisban. Nézzük is a rendercoint, rendercoinra még nem lehet komolyabbakat berajzolni, mert annyira friss ezen. Itt a kimutatása, mondhatjuk, hogy akár egy 100%-ot hozhat áprilisba, március végén nagyon-nagyon nőtt. Jelenleg 0, vagy nem 0, hanem ő 1,695 ezer dolláros áron kapható, és 9%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ha már render, akkor itt nézzük meg a nagyobb képbe, hogy mit mutat. 1,7 dollár, és igen, itt jobban látszik, hogy megvolt a shortja, és akkor innen el is indul is visszafelé a korrekcióból, tovább felfelé. Oké, és tovább azt mondja, hogy portfólióból az NFT-ket nézzük még, a Chili's, hát 0,495 ezer dolláros áron kapható, 1,5%-ot jött a mai nap folyamán, a fél dollár környékén karistol már jó régen. Hú, hát 100%-ot hozhat áprilisban, nem hozhat, nincs olyan nagyobb, mint egy 2 pontra még nem lehet, itt meg 1 pont van, hát 1 pontra, hogy mit kapjak el hozzá, hogy valami értelmes mintázat nem nagyon lehet, ez egy háromszög van komolyabb, ami itt be van rajzolva neki, ebből kéne már törnie meg húzni felfelé az 1 dollár felé, már egy jó ideje. De nagyon szüttyögős most az utóbbi hetekben. Nézzük is az Engine Coint. Engine Coint 2,44 század dolláros áron kapható jelenleg, egy másfél száz, 1,75 század százalékot csökkent a mai nap folyamán. Kezd kicsit kihúzni a hosszú távú trendzónájából, hát egy hónapos középtávú trendzóna. Ebben nagyon vissza kéne mászni, meg kéne indulnia már végre felfelé ebbe a trendzónába, aminek most nagyon az alján van, még kicsit ki is kacsingat belőle, abban 60%-ot hozhat áprilisban. És akkor nézzük is a manát, a mana ő is 60%-ot hozhat áprilisbe, ebbe a trendzónába ő is elkapta az alját most jelenleg, és
1,01 század dollár áron kapható, 1,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. És akkor gyorsan portfólión kívül figyelős, az árvév jön vissza, jaj, az nem is rossz, meg kéne majd valamikor venni, regisztrálnom kéne ezért. 28,9 dollár áron kapott, 8%-ot csökkent a mai nap folyamán, 60%-ot hozhat áprilisba, az AVA 45%-ot hozhat áprilisba, de jó, ő is jön visszafelé, őt is kellene venni, hát itt valahogy majd lassan, remélem még egy-két napot korrigál, és akkor jobb áron tudok majd venni 5 dollár környékén. Meglátjuk, jelenleg 5,6-ba kerül, és 5%-ot csökkent a mai nap folyamán, a VAX 0,292 ezer dolláros áron kapható, 5,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, ő is elkezdett korrigálni, remélem, hogy korrigál egy kicsit tovább, és akkor ott lehet majd jó áron venni, ebbe a trendzónába 55%-ot hozhat áprilisba. A kék, a süti, neki meg kéne törni a 20 dollárt, akkor menne igazán komolyat. Addig azért, hát itt igen, itt lenn mozgott már egy ideje, akkor fogok majd szerintem belefektetni a kékbe, cakébe, a sütibe, hogyha 20 dollár fölé megy. Oké, 18 dollárnál jelenleg is 5%-ot nőtt a mai nap folyamán, FTX-nek a tokenje 30%-ot hozhat áprilisban, 41 dolláros áron kapható, 1,5%-ot nőtt a mai nap folyamán, Pundix korrigálgat még mindig vissza, jaj, még be se rajzoltam Pundix, az amúgy hozhat nagyokat, de hát amúgy ez ilyen vásárlós felület, ilyen ez ABC, internetes ABC vagy bolt, mint ahogy a többi internetes bolt. A Pundi talán a neve miatt Indiába fog menni nagyon, vagy ilyesmi, de igen, mindegy. Jelenleg 0,00732-n kapható, és 1%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük a Claytont, aki top 10-es, de hú, én nagyon nem szeretem, nagyon furcsa. Nézzük már meg a 4 órásokat is, vagy az 1 órásban, nem tudom, hogy összesen nagyon függnek, nagyon furán mozog, mintha nem lenne sok pénzmozgás volume mögötte. Na mindegy, úgyhogy furi ez a Clayton, de valahogy ott van a top 10-be, úgyhogy nem árt ránézni, figyelgetni. 4 dollár áron kapható, ugyanott van, ahol éjfélkerenet, óriás kanócok vannak fent is lent, és azt se tudja, hogy mit csináljon. Nekem nagyon nem igazán szimpi számomra ez a Clayton. Na de haladjunk is tovább, Vicsén, igen, a plafonos már 2 hete, azért is tettem ki a portfólióból, most megint közel get a plafon felé, 30%-ot hozhat áprilisbe ebbe a trendzónába, 0,091 dollár áron kapható, 4%-ot nőtt a mai nap folyamán, annyi, hogy a tokenje az végre elkezdett már kicsit növögetni, de hát a békösegge alá leesett már tegnapra, úgyhogy nem kb. Visszajött szinte nullára, ha úgy veszük. 0,0159 tízezer dolláros áron kapható, és 13%-ot nőtt a mai nap folyamán. Oké, sportfólium kívül Uniswap 29 dollár, 1,5%-ot nőtt, köze nincs a trendzónájához, Litecoin 202 dollár, ugyanott van, ahol éjfélkor elindult, nem bírt visszamászni a trendzónájába. Chainlink 30 dollár, nem bírt visszamászni a trendzónájába, ugyanott van, ahol éjfélkor indult. Binance, Bitcoin Cash, na egy minimálisan visszamászott, kezdeget visszamászni a trendzónájába, ami márciusba hozott 20%-ot, hát áprilisban mennyit hozhatna ebbe? 15-öt. Mindjárt megnézem az alját, hogy a legtöbb új, a legtöbb, amit májusba hozhatna, ha úgy kb. Valahol élve, hogy húzzuk a vonalat, nagyjából ide érne május 1-ére. Jó, hogy 18%-ot is hozhatna itt májusban, ha meg a tetejét mérném, akkor az 13 lenne kb. Tehát ez 15%-ot hozhatna áprilisban a Bitcoin Cash. Most lesz az egyik hírva, hogy valami pluszt építenek, fejlesztenek rá, de az utóbbi hónapokban nem igazán ment így. Hát ha megnézzük, akkor január 9-én többe került, mint most, most meg április 9-e van már mindjárt, 3-4 év alatt semmit nem ment kb. Előre a Bitcoin Cash, 568 dolláros áron kapható, 2%-ot nőtt a mai nap folyamán, XLM egy kicsit elindult vissza, de hát nem, meg sem írta pöccinteni a trendzónának az alját, ő is egy ilyen 20-25%-ot hozhatna, ha visszamenne bele. Áprilisben nem nagyon úgy mutatja, 0,438 ezer dolláros áron kapott, és 3,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Oké, és elég szépen zölden húz a nagy része a portfóliónak most, a tokenek azok 100%-ban zölden húznak, és a coinok közül, hát a dogi az ezért fekete ló, az nem lehet számolni vele, a kusama, ő hatalmasat jött, ő azért korrigál vissza, a header, ő kb. Nullán van, a OneCoin meg az ICX, ő is hatalmasat jött, ő is azért korrigál, a többiek azok egész szép zöldek, a Bitcoin 0,5%-ot hozott, a többi ezért portfólió meg 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10%-ok vannak, úgyhogy és fölfelé kell ma húzza. Nem is baj, mert ahogy nézegettem, egy 5%-ot hozott eddig egy 5 nap alatt, 6 nap alatt a portfólium, úgyhogy holnapra azért az 6-7-8%-ot el kéne érnie, hogy a heti 10-et azért nem ártana megtartani. Még kemény, mikor egy bank az 10 év alatt hozna 10%-et az embernek, és meg hetente is még azt is keveslem. Na de mindegy, majd holnap már lenyírom, hogy mennyit jött a portfólium.
Oké, és végignéztük az altokat, Bitcoin 59.100 dollár, egy 500-at kb. Leesett ahhoz képest, hogy kezdtem a híradót. Haladjunk is tovább, még egy pár altot, igen, a Rendercoint azt mutattam, amikor néztük az Ecomit, az Ecomi, hát mi az 0,93-ra, 0,0093-ra visszajött, nem, nekem nem tetszik, én eladtam végül az Ecomit tegnap, meg ma, a felét, meg ma délelőtt az egyik felét, vagy nem tudom, 8-10% mínuszba lettem vele kb., de hát most az egy szá portfólium 1%-a volt Ecomiba, annak az 10%-át buktam, tehát a 0,1%-át a portfóliómnak annyit vesztettem el, egy 10%-ot az Ecomival, de be kellett, hát érdemes volt bepróbálni, ha húzhatott volna nagyobbat is, de nem csináltam meg úgy, hogy ki is lövöm, ti szerintem adjátok el az Ecomit, már még 0,01-et se nagyon akar éregetni, úgyhogy ne tartsa ebbe senki a pénzét. Hogyha olyan sokat érne, akkor megtolta volna a Uniswap, már lenne 0,02 is kb., hogy ha megindult volna, de mindenkinek ajánlom inkább, és akkor én is törlöm innen az Ecomit. Azt mondja, hogy már vissza is utaltam a Binance-re, Tetherbe, ami az Ecomiben volt, nem is tudom már melyik váltóra regisztráltam, a BitMEX-re regisztráltam, csak ezért, amit most már Ascendex-nek hívnak. Nézzük meg a Polkamont, hogy mit csinált itt tegnap este óta, tegnap felment 59-re is a híradónál, ahogy mutattam, és akkor most hol áll? Gyorsba, ja, hogy gyorsba, hát olyan lassan tört, hogy az valami hihetetlen. Na hát, ahogy nézem, árból 49-nél tart, jó? Most megint jöveget lefelé, visszafelé a Polkamon. Hát azért valamilyen szinten pluszba vagyok vele, vagy 20%-ba, vagy 30%-ba, vagy ilyesmi ahhoz képest, ahogy itt vettem 29-nél, még ha a díjat, rengeteg díjat is le is van. Hát most úgy látszik, kicsit jön vissza, sortolgatják. Na jó, haladjunk is tovább, nem az a lényeg, hanem a Mediblock a lényeg, hogy mikor jön már ki olyan váltóra, amire azt a kurva, amire fel tudok regisztrálni, mert a Mediblock az olyat húzott már itt megint, hogy az valami förtelmes, és őt már nézegettem egy héttel ezelőtt, meg szemezgettem vele. A Mediblock az mit csinál? Ők tényleg ilyen gyógyászati, távol-keleti dél-kórába indították ezt a Mediblockot, ha jól nézem. Healthcare, mindenféle életfenntartás, bla bla bla, ilyesmi. Legyünk sportosak, kórházakkal vannak leszerződve, meg Samsunggal vannak leszerződve. Igen, és akkor az a lényeg, hogy hát igen, sportos, de nagyon jön fel a Mediblock, úgyhogy ezt ajánlgatom, ezt érdemes akár venni. Nézzük meg, hogy hol lehet venni, mert az nagyon elkezdett kitörni. Azt mondja, hogy Medi Corbiten, Bittirexen, Gate.io, meg Upbiten. Ilyen, fő, 20 rangú B, C, D kategóriás no-name váltókon lehet venni. Talán a Bittirex, aminek minimálisan van is valami neve. De a nagyját az Upbiten kereskedik, ahogy nézem. Ott kereskednek vele. Úgyhogy érdekes ez a Mediblock, itt hagyom egy ideig, illetve új pillanat. Itt amúgy egyáltalán lehet látni már a Mediblockot. Jó, hát így a Med az sok egyéb cég is bejön, Calculated Bittirexest. Jó, a Bittirexest. Jaj, nem így akartam, hozzá kell adni a listához. Mediblock, és akkor így is van, plusz jel, jó, gyere ide a listához, és akkor veszem fel a figyelősök közé, majd elkezdem nézegetni, mert van benne potenciál, elég komolyan kiugrott, és úgy látszik, hogy kezd végre megindulni keményebben a Mediblock, most gyógyt, április első, tegnap jött a legnagyobb pont. Na jó, oké, itt lesz a portfólium kívüli figyelősöknél, hogy őt érdemes majd figyelgetni. Azt mondja, hogy 105. Aha, mindjárt feljön a top 100-ba, nem is rossz, nem is rossz. Akkor kap is egy kék jelölést. Jó, oké, és akkor talán itt lesz a vége, igen, mert az X-fai azt meg majd április 8-án kell nézni, akkor lehet belefektetni, vagy ilyesmi liquidity generation event, de akkor lehet majd megtámogatni őket, mert az X-fai az egy nagy projekt lesz, nagyon komoly projekt, nagyon úgy néz ki. Jó, és akkor most értünk el a végére az altoknak, nézzük is a híreket, mik jöttek nekünk ma. Egy pillanat, ezt már csak azért is, és akkor újra fogom kezdeni majd a hírek nézést. Vissza a Bitcoinra, hogy azért csak azt mutassa már itt fura volt a sarokban, hogy nem a Bitcoint láttam. Na és akkor elértünk a hírekhez, nézzük is, mik vannak nekünk mára. Egyszer a kriptonál jöttek ki, jött az Elrondról is, plusz info, illetve a Dashről, úgyhogy mind a kettőt el tudjátok érni, itt a Bitcoin kriptonán keresztül, illetve jött még itt a Tanodánál a vizualizációknál találtok különféle érdekességeket. Itt a CoinParticles-nél azt tudjátok megnézni, CoinParticles például itt vagy 24 órásat hozza be,
De ami nekem praktikusabb volt, még nem is a 7 napos, hogy az elmúlt 7 napban mik nőttek nagyot, hanem az elmúlt 30 napban. És itt nagyon szépen mutatja, hogy a dent, ugyebár most én is tettem már a dentbe, és még húzhat tovább. Mik voltak még? Engine volt itt, a Chiliszt mutatja, hogy ő is nagyon nőtt, a Filecoin, ő is hatalmasat nőtt, a Bitcoin, azok vannak nagyjal, a Holotoken, ő, ja, a Holotoken, ő itt van, ő is nagyot nőtt, hát a Mana, ő kicsit stagnálgat, a Vancoin, Harmonynek a vanja is itt van az Anker is, tehát a legnagyobb azokat mutatja, amik a legtöbbet nőttek mondjuk az elmúlt 30 nap alatt, úgyhogy ez teljesen praktikus, ezt érdemes nézegetni, sőt, lehet, hogy át is teszem, és akkor napi szinten majd itt a kriptók után figyelgetjük ezt is, hogy melyiknek hogy változott az ára. Oké, és haladjunk is tovább, ezt is mutattam, rendben. Akkor első hírünk, jó, itt be se, ez lesz a, ez lesz a nap híre. Van ebben valami jobb kép, amit lehetne mutatni? Hát nem igazán. Azt mondja, egy pillanat, mert valami ezért kezdő, melyik legyen már kezdő, nem voltak olyan nagy hírek ma, hogy bármit rá lehetne mondani. Hát jó, akkor ez lesz a kezdő hír, hogy már legyen így. 6 hónapja tartja az árát a bit, vagyis 6 hónapja zöld gyertyák vannak már a Bitcoinnál. 6. hónapja azt mondja, hogy nézzük is így, és akkor lehet, hogy ezt kéne majd kezdőképnek betennem az árdiagramot innen, és a havit. Mert ahogy látjuk is, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hónapja zöld gyertyánk van. Most indul a 7. havi zöld gyertya, és akkor gyorsan el is sorolva, októberben 28%-ot hozott, novemberben 42%-ot, decemberben 47%-ot, januárban 14%-ot, mert pont addigra lett a sort vége, februárban 36%-ot, márciusban 30%-ot, és most indul az április. Úgyhogy talán ez lesz jó, ez lesz a kezdőkép, hogy hogy kell a húzni felfelé, vagy nem tudom, így megyünk fel, hát valahogy mutatni. A franc se tudja, hogy tök mindegy, megyünk felfelé, húzunk felfelé, oké, és akkor ebből majd csak lesz valami kezdőképnek, de akkor valószínű, hogy ez lesz, hogy a 6. hónapja zöld gyertyák. És akkor igen, itt a hír is ezt mondja, hogy 6. hónapja zöld gyertya, igen. És 29%-os volt a március, igen, 6. hónapja zöld gyertya. Ami itt a lényeg, azt én már régóta figyelgetem, hogy szeptemberben szokott lenni a mínuszos hónap, az szokott általában szeptember, az szinte mindig negatív, illetve ugyanígy volt most is, meg idén is így lesz szerintem, hogy szeptemberben akkor megint most majd eltörlik a Covid korlátozásokat egy hónapon belül, vagy ilyesmi nyárra, és akkor szeptemberre meg visszahozzák őket, meg indul az iskola, meg minden egyéb, jön a balhé vissza, úgyhogy szeptemberben akkor megint valószínű mínuszos hónapot fogunk zárni, de most az április viszont az nagyon pozitívnak, az szinte mindig zöld volt az április eddig, az elmúlt években, ahogy itt nézzük, úgyhogy én is azt várom tőle, hogy most egy nagyobbat húzzon itt áprilisban az ár. És az intézmények is megadják az alapját a burrannak, ugyebár ők is nyomják az árat, egyre többen bekapcsolódtak, nem úgy, mint 4 évvel ezelőtt. Stabilan tartják a piacot. És akkor haladjunk is tovább. Az Ethereum és a Bitcoin Cash, hát a Bitcoin Cash fejlesztett egy olyan applikációt, Bitcoin Cash projektet, egy oldalláncot az Ethereumhoz, ami csökkenteni a díjakat. Azt mondja, ez kompatibilis lenne, jelenleg az Ethereum a domináns lánc, blokklánc, amikor Web3-as applikációkról vagy decentralizált pénzügyekről beszélünk. Habár az Ethereum díjak a Web3-os kompatibilitással és az okos szerződések díjai nagyon drágák lehetnek ezekben a napokban. Ugye bár Ethereum díjat kellett hogy hívják már, Polkamonér is fizetni, és brutálisan drága volt. Ugye az Ethereum díjak nagyon drágák, és a Bitcoin Cash elindította ezt a Smart BCH projektet, ami ezen akar változtatni, hogy olcsóbb legyen az egész, sokkal olcsóbban lehessen hozzáférni, és kompatibilis legyen az Ethereum blokkláncára épülő applikációkkal. Úgyhogy van egy ilyen törekvés a Bitcoin Cashnek. A Smart BCH nincs külön kriptója, azt néztem direkt, de nem lehet belefektetni, úgyhogy a Bitcoin Cashen keresztül fog menni szerintem ez az egész, nem lesz külön kriptója. Annak pedig hát már visszatért a trendzónájának az aljába egy picit, lehet, hogy ez a hír is megdobta minimálisan. Na nézzük is tovább a Bitcoin, igen, ára konszolidálódik, egyre stabilizálódik. Elon Musk írt a Dogecoinról, a Filecoin meg kiszállt az égbe, Filecoin az nagyon nő, de hát azt láttuk is az elmúlt napokban. Elon Musk azt írta április 1-én a Bolondok napján, hogy 12%-ot nőtt is erre 24 óra alatt a Dogecoinnak az ára.
hogy a SpaceX egy szó szerint egy Dogecoin-t fog elhelyezni szó szerint a Holdon. Most ki tudja ezt, hogy április 1-i tréfa, vagy nem, azért írtam, jelöltem csak itt sárgával. Ez érdekes, ha tényleg kiteszik, akkor azért egyértelműen dobhat az árán a Dogecoin-nak. Az első kutya az űrbe, kriptók terén, ami ugye bár ugyanaz lenne, mint Lajka. Lajka kutya volt az első kutya az űrbe, amiről Majka is kapta a nevét a Lajkáról, ha jól tudom. Na jó, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy igen, NFT-k, a Funko, ő egy ezért, túl rengeteg ilyen figurát, meg mindenféle gyárt, egy hatalmas, vagy egy komoly cég az USA-ban, fent van a Nasdaq-on is, a USA legnagyobb tőzsdén, át nem, mert a New York Stock Exchange talán az a legnagyobb, de mindegy, a top 3 tőzs, a második legnagyobb tőzsde talán a Nasdaq. Világszinten, és akkor ez a Funko, ott jegyzik is ezt a céget, ilyen babákat, meg mindenféléket árul. Van egy Tokenhead nevű applikáció, ami Androidra, meg almástelóra, iOS-ra is letölthető, és 10 millió NFT van a platformon, és 10 000 látogatója van napi szinten, Telón is ezeket nézegetik, ezt a Tokenhead-et, és akkor veszegetik a mindenféléket, és ők is törni akarnak be az NFT-k piacára, és a VAX blokkláncon keresztül, és 23 éves már a cég is, 500 milliós nyeresége van évente. Revenue vagy az a profit, hát nem mindegy, hogy profit vagy nyereség, pillanat, nem mondjak hülyeséget, erre ránézek. A revenue az a megtérülés, de hogy az profit vagy nyereség. Revenue, jövedelem, bevétel, akkor a bevétel, árbevétel, jó árbevétel, nem a nyereség, hanem a, nem a profit, hanem a, mindegy, meg a nyereség, hanem a bevételük. Bevételük 500 millió, mindegy, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a Vaxon keresztül, és a Vaxot is figyelgetjük, most 0,29-en áll, azt mondja, hogy itt van a Vax, mert a Vaxba én szeretnék, majd szerintem ez fog komolyabbat menni, itt van a kritikus határa 0, hát 34-nél, vagy ilyesmi. De ha a napiba visszamegyek, akkor igen, látni, hogy most 0,29-ért kapható jelenleg a Vax, de növöget felfelé, és 55%-at hozhat áprilisban. NFT-k mögött sok NFT, a Marvel is inkább a Vaxon keresztül adja ki a Marveles NFT-jét. Úgyhogy ezért érdemes szerintem figyelni rá is. Akkor ebbe a hírbe, még ez a Funko cég, ez a babás cég, ők is a Vaxon keresztül fogják kiadni az NFT-iket. Nézzük is tovább, igen, NFT csalások, mik a legáltalánosabb NFT csalások manapság? Azt mondják, hogy igen, 250%-kal nőttek februárhoz képest az NFT domének, az olyan internetes címek meg honlapok, amiket úgy regisztráltak, hogy benne van az NFT a nevükben, úgymond, hogy NFT-kkel kapcsolatos. Olyan csaló honlapokat csináltak, mint például a Rarible, az OpenSea meg az Audio, és akkor ezeket próbálják koppintani. 300%-kal nőttek ezek a domének az előző hónaphoz képest, 250-300%-kal, és ezek a replikák, ezek a másolatboltok, csaló másolatok, ugyanazt a dizájnt használják, mint a hagyományos NFT boltok, mint a Rarible, az OpenSea vagy az Audio, még a logót is replika, a logót is lemásolják, és akkor nagyon figyelni kell, hogy, ne, hogy az eredeti oldalra menjen fel az ember, ne ezekre a csaló hamisítvány oldalakra. Mint amikor megvettük az Adios cipőt a piacon, meg ilyenek. Azt mondja, hogy a... Igen, nem látszik az, hogy lassulna a csalásoknak a mértéke, egyre több csalástest tesznek fel az interneten, és próbálják meg csalásokon keresztül behúzni az embereknek a pénzét. Ráadásul ezek a csalások egyre bonyolultabbak és szofisztikáltabbak lesznek, ezek a csalások egyre jobban fejlődnek, vagy átverések, és egyre próbálják egyre komolyabbra megcsinálni őket, hogy egyre több ember bedőljön nekik. Nem csak az NFT-k piacán, hogyha bármit vásárolunk online, akkor a vevőnek figyelni kell arra, hogy akinek odaadja a bankszámla számát, vagy akinek utal pénzt, vagy bankinformációt, az a hivatalos ember legyen, hogy nagyon figyeljen arra, hogy nehogy csalóknak utaljon, vagy küldjön pénzeket, vagy csak másolott oldalaknak, hamisítványoknak. A Binance kivonta a Dél-Afrikából a randot, dél-afrikai rand, illetve annak a párja, a dél-afrikai rand az a pénz ott, és akkor azt mondják, hogy már nem teljesíti a követelményeket, mert a Binance-nak megvan egy időszakosan mindig átnézik az összes digitális vagyontárgyat, amit a Binance-en keresztül vásárolni lehet, hogy biztosítsák azt, hogy a magas szintű követelményeket ezek képesek teljesíteni, amit a Binance elvár tőlük, az összes kriptó, ami a Binance-en kapható, felülvizsgálva van folyamatosan, auditálják őket.
és akkor a rand az már nem képes ezeket teljesíteni, úgyhogy azt törölték is, meg a rand párokat, azt mondja, hogy a rand USDT, BTC, Ethereum, BNB, ezek a BUSD kereskedelmi párokat törölték. Viszont a dél-afrikai felhasználók azért még kereskedhetnek a randdal, azt meghagyták egyelőre, de a többieket azt nem tudta a rand teljesíteni a komoly követelményeket, amiket a Binance támaszt velük szembe, a kriptóival szembe, amiket enged listázni a saját váltóján. Azt mondja, hogy igen, úgy Suez, ez furcsa volt ez a hír, hát nem tudom, hogy mennyi jelentősége van, ugyebár Suez csatornán keresztbe fordult az Evergreen, és akkor most csináltak egy ilyet, csak a KuCoin-on lehet kapni, csináltak egy ilyen kriptót, ami végig is nem, furcsa volt, végigolvastam, de mintha az, hogy ha még egyszer majd megint egy hajó keresztbe állna a Suezi csatornán, akkor majd ők segítenek, hogy minél hamarabb megoldódjon a probléma. Nem tudom, nekem nagyon fura, nagyon gyanús, nagyon érdekes április elsőjét, boldog április elsőjét, meg mindent nevetnek, meg stb. Furcsa ez, a KuCoin-on lehet Suez kapni elvileg, de nem igazán ajánlom senkinek. Nagyon furcsa, nagyon furcsa. A CoinMarketCap-en sincs fent ez a Suez, úgyhogy itt volt hírben, akkor már mondom, felolvasom, de nagyon vigyázni kell vele. Nem tudom, hogy mi értelme van ennek az egésznek. Haladjunk is tovább. Igen, Írországban volt valami masszív bitcoin csalás, ezzel kapcsolatban összvissza annyit emelnék ki, nem volt egy cikk, hogy egy tanácsot adnak, hogy az a tanács, hogy senki ne válaszoljon, ha de nem te kell, hogyha ha nem te akartál kapcsolatba lépni senkivel, valaki úgy izé felkeres, akkor ne is nagyon izé vált kriptóval kapcsolatban, hogy majd ő segít, meg jurkon, meg stb., akkor ne nagyon válaszolgasson az ember, mert valószínű, hogy nem azért keresik, hogy segítsenek neki. Igen, és soha ne adjon távoli hozzáférést a számítógépéhez senki. Távoli asztal kapcsolatot, meg ilyesmi idegeneknek nem adjuk oda, mert távoli asztalról rálépnek a tudomisén ledgeretekre, vagy akár jó, az fizikailag meg kell nyomni, a távoli asztalról fellépnek a váltót, akkor azt leemelik róla a pénzt. Úgyhogy távoli asztal kapcsolatot, távoli irányítást ne adjon ismeretlenek át a számítógépéhez senki. Ez egy fontos dolog. Jó, el is értünk a végére, egyet frissítek rajta, és akkor nézzük meg a hőmérsékleteket, hogy fognak alakulni az elkövetkezendő napokban. Azt mondja, hogy most vagyunk másodikánál, legyen mondjuk delet nézzünk, és akkor mindenki nézze meg, hol van és indul a vonat. Ez itt péntek, szombat, vasárnap, jaj, jön a hűvös hétvégére, húsvétra, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, atya, úristen, egy hétig vissza fog esni ilyen 5-10 fokra még napközben is a hőmérséklet. Ahogy kinézek, ez a felhős, lekvár, full felhő mindenhol, kb. Jó, ilyen izé, hát nem lesz olyan nap, szép napsütéses időnk. Talán tegnap lehetett a legjobb időnk az elkövetkezendő egy hetet figyelembe véve. Na de oké, és akkor én húzok is szülinapi banzájkodni. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Holnap ismét jövök a friss hírekkel. További szép napot, illetve estét mindenkinek. Sziasztok!